Vaszkó Zsolt vagyok, Paks az én városom. Dunakömlődön nevelkedtem föl, paksi születésű vagyok. A gyerekkorom ugye Dunakömlődhöz, tehát Pakshoz is kötődik. Mert hát gyerekkoromban is a Duna nagyon vonzotta a gyerekeket is, meg a felnőttek, és ez sokat jelent számomra a Dunapart, a régi dunai élet, amikor még ugye a régi strand a túlsó oldalon volt. És hát szóval ez azért megkapta az embert, a gyerekkorát is. Nagyon sokat voltunk a Dunaparton, abban az időben gyerekként pecázásnak nevezték, most már másról szól, ugye most már horgászattak, mert teljesen más minőségben történik, mint akkoriban. Aztán ugye kijártam az általános iskolát Kömlődön, és utána elkerültem Keszthelyre a vendéglátó szakközépiskolába. Ott végeztem a szakmát, azt a Balatonon kezdtem, ahol a gyakorlataimat is csináltam, ugye évközi gyakorlatokat. De azért csak vonzott vissza a Dunapart, Paks. És hát ugye a halászcsárdába jöttem dolgozni. Tehát itt Pakson itt kezdtem a halászcsárdába. Azóta én paksi lakos is vagyok. Amikor szabadidő volt, akkor állandó Dunán voltunk. Ugye volt csónakunk, kis motorra, mentünk kirándulni, mentünk horgászgatni, mert akkor már horgászatnak lehetett nevezni, nem a gyerekkori kis magyaró veszőből készített peca felszerelést. Eltöltöttem 6 évet a halászcsárdába, akkor elmentem a tengerhajózáshoz, 5 évre a magyar tengerhajózáshoz. De hát utána csak vonzott, ugye, feleség, család, meg hát én, és ilyen eléggé földhöz kötötté váltam én. És hát ugye soha nem gondoltam arra, hogy itt hagyjam Paksot, vagy elmenjek vidékre dolgozni, vagy külföldre. Na, ez elég volt, és azóta is itt folytatom az életemet, úgyhogy hát szép időszakok voltak. Nekem életforma maradt a vendéglátás, úgyhogy hát aztán volt egy kis kihagyás, ugye elmentem akkor a MOL-hoz egy pár évre, akkor utána visszamentem a vendéglátóba, és azóta is ezt csinálom, ezt folytatom. Úgyhogy megnyitottuk a Café Bongót, az is ment 13,5 évig, akkor visszamentem a csárdába még egy kis időre, és utána, hát szóval ezt az üzletet is már 5 éve nyitottuk, hát most már lassan több, mint 5 éve, úgyhogy, de szóval az életem ide kötődik. Annak idején még az öreg halászokkal is nagyon jó baráti viszonyban voltunk, mentem velük halászni, az érdekes volt, tehát ezek olyan élmények volt, hogy az ember életét ezt végigkíséri. Van mire szívesen visszaemlékezni. Tulajdonképpen mi láttuk, hogy Paks hogy fejlődött ki. Kukoricaföldből lettek kibőve ugye a házak, az emeletes házak, családi házak, ahol annak idején szőlő volt, vagy kukorica, vagy szántóföld, és ebből azért kinőtt Paks. Ugye ebből azért mi nyomon tudtuk, meg szemmel tudtuk követni az atomerőmű építését, hogy miből lett, vagy mi volt Paks, és mivé lett Paks. Számomra egy nagyon nyugodt, élhető kis város, azért aránylag nyugodtságban, biztonságban, de számomra ez az elfogadott, meg nem is tudnék máshol élni.